papír vagy éppen PET palack, többek között ezek találhatóak itt meg mellettem, ugyanis itt vagyunk a Deponia Nonprofit Kft-nél, akik egyébként évente több ezer tonna szelektív hulladékot gyűjtenek be, és raknak le ide a helyszínre. Többek között ezzel foglalkozunk ma az esti mérlekben, de azt is bemutatjuk önöknek, hogy a Kft. Mennyi zöld hulladékot gyűjt be évente, és hogyan zajlik a komposztálás. Tartsanak velünk! Ide érkezik minden olyan jellegű hulladék, ami lebomló. A Deponia Nonprofit Kft. 64 településen látja el a közszolgáltatási feladatokat, ehhez hozzátartozik a zöld hulladékgyűjtés is. A szemétszállítási napokon a kuka mellé helyezett zöld hulladék a begyűjtés után ide, a Csalai telepre kerül, ahol felaprítják és komposztálják az egészet. A Deponia Nonprofit Kft. 64 településen látja el a közszolgáltatási feladatokat. Ennek része a zöld hulladékgyűjtés is. Tehát gyakorlatilag erről 64 településről érkezik be, évente 4500 és 5000 tonna zöld hulladék. Ennek a komposztálása itt történik a komposztálóterünkön, ahol jelenleg is vagyunk, és itt igyekszünk belőle egy olyan anyagot készíteni, gyártani tulajdonképpen, amit talajerő utánpótlással lehet használni. Mire hívják fel a lakosságnak a figyelmét, mire figyeljenek, hát mondhatjuk úgy, hogy a szelektálás közben, amikor a zöld hulladékot rakják össze otthon? A zöld hulladék szállításának, vagy az elszállításának a szabályai részünkről annyit kérünk mindig, hogy ha ágakat tesznek ki, akkor kötegelve tegyék azt, és lássák el azzal a matricával, amit tőlünk kapnak, vagy vásárolhatnak is még a megküldötten kívül, illetve áttetsző zsákba tegyék ki azokat a zöld hulladékokat, ami fűkaszálék vagy falevérről beszélünk, amiket ugye nem lehet kötegelni, csak ezeket tudjuk elszállítani. Tehát mindenképpen a matricával ellátott zsákokat és a kötegeket fogjuk elhozni, és ezen felül egyébként pedig mindenkinek javasoljuk egyébként, hogy otthon saját maga is komposztáljon. Erre próbáltuk ezt a három lehetőséget, a mögöttem lévő dolgokat bemutatni, akár egy komposztláda vásárlásával, akár raklapból összeállított komposztkeret, vagy akár még a legegyszerűbb egy rótkerítésből is lehet komposztrácsot készíteni, és ezzel saját maga el tudja gyakorlatilag látni tápanyag utánpótlással a saját kertjét. Hogyan történik pontosan a szállítás utáni folyamat? Mi történik akkor, amikor ide kerül a zöld hulladék? Mi ennek a pontos menete, folyamata? Amikor a zöld hulladék beérkezik a komposztáló telepre, akkor aprításon esik keresztül a hulladék, így részben homogenizálódik, és részben ugye zsákok is a műanyag zsákok feltárásra kerülnek. Ezt követően komposztprizmát készítünk, és irányított módszerrel, vagy irányított komposztálással igyekszünk 4 hét alatt egy olyan jó minőségű anyagot előállítani belőle, amit tudunk értékesíteni, ha készen van tehát megérett komposztprizmánk van, akkor azt rostáljuk legvégső esetben, és ezt követően értékesítjük zsákos, illetve ömlesztett formában. Mindenképpen azt javasoljuk, hogy amikor lehetőség van arra, hogy ugye nyílt égetést végezzen a lakos, akkor mindenképpen csak a száraz ágakat és a galjakat tüzeljék, ne pedig a leveles, frissen levágott ágakat. Azt akkor inkább valóban szállítassák el akár velünk, vagy hozzák ki a telepünkre, és hogyha nincs lehetőség otthon saját keretek között komposztálni, akkor itt ez megoldható, és olyan füstszennyezés nélkül, amit egyébként ezek okoznak gyakran. Azonban a zöld hulladék elszállításának is vannak szabályai. Az üzemeltetési osztályvezető arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogyha ágakat helyeznek ki elszállítás céljából, akkor azt kötegelve tegyék, és lássák el az ehhez tartozó matricával, melyet a Deponia küld ki a lakók részére. A zöld hulladékot egyébként áttetsző zsákba kell kitenni. Szentár Otto a komposztálás kapcsán hozzátette, sokkal környezetkímélőbb, ha mi magunk is komposztálunk otthon. Ez a folyamat ugyanis nem sokkal telik több időbe, mint zsákolni és összekötözni a kertben keletkezett zöld hulladékot. Ez pedig itt már a szelektív hulladék, fém, papír és műanyag hulladékok tömkelege, melyből évente több ezer tonnát gyűjt be a Deponia. Fontos, hogy a lakók tudják, a kétkukás hulladékgyűjtési rendszer ettől az évtől kezdve változott. Az eligazodást segítő tájékoztató levelet és matricákat már kézbesítették a Deponia munkatársai.
Székesfehérváron a családi házas övezetekben két kukás hulladékgyűjtési rendszert alkalmazunk, míg a tömbházas övezetekben ugye 1100 literes gyűjtőedényekbe lehet gyűjteni a szelektív hulladékot. Egyikbe a papír hulladékot, ez a kék színű edény, a másikba pedig ugye a műanyag hulladékot, illetve a fém hulladékot is bele lehet tenni, ez a sárga színű edény. Ezen kívül pedig a csomagolási üveg hulladékot is külön lehet gyűjteni a tömbházas övezetekbe. Ez több ponton elhelyezett 1100 literes gyűjtőedényekbe gyűjthető, amit egyébként a www.deponia.hu honlapon megtalálhatnak a lakosok. Itt GPS koordinátákkal próbáltuk segíteni, hogy a könnyebb megtalálhatóságot. Ugye a családi házas övezetekbe 2015-ben egy kísérleti projekt keretén belül vezettük be a két kukás hulladékgyűjtési rendszert. Itt egy övezetbe került bevezetésre, majd 2016-ban pedig ez egészen kiterjedt a családi házas övezetekre, illetve a belvárosba is már a két kukás hulladékgyűjtési módszert alkalmazzuk. Ugye ez azt jelenti, hogy a régi saját edénybe gyűjtheti a lakos a települési vegyes hulladékot, a másik edénybe, amelyet a Deponia Nonprofit Kft. Biztosított díjmentesen, abba pedig ugye az elkülönített vagy szelektív hulladék gyűjthető. 2018-as évtől a szelektív hulladékok körét még inkább próbáltuk pontosítani, ez adja az aktualitását is ennek a témának. A kék kukába kizárólag a csomagolási hulladék kerülhet bele. Erről egyébként küldtünk egy tájékoztatót évelején a hulladék naptárral együtt, hogy 2018-tól megváltozik a kék kukába helyezhető hulladékok köre. A kikerült belőle ugye a textil hulladék, amit szoktunk ugye javasolni, hogy adjuk rászorulóknak, ajánljuk fel, viszont hogyha nem megy, akkor pedig a ruhagyűjtő edényekbe helyezzük bele, ezt mondjuk nem a Deponia, a Nonprofit Kft. Koordinálja. A másik, ami kikerült ugye a kék kukából, az pedig a hungarocell, de erre is van megoldás, ezt vagy a lomtalanítás alkalmával, vagy pedig a Palotai úti hulladékudvarba helyezhetik el a lakosok, illetve az olyan műanyag hulladékok, mint a kerti szék, a kertislag, a virágcserép, ezeket nem lehet belehelyezni a kék kukába. A szelektív hulladék mennyisége az ugye egyre inkább nő, viszont azt vettük észre az elmúlt évek tapasztalata, hogy szennyezett, ezért is próbáljuk most ezt pontosítani. Az elmúlt időszakban kollégáink ugye egy tájékoztatót küldenek a lakosoknak. A tájékoztatóban pontosan le van írva, hogy mi az, ami belehelyezhető a kék edénybe, és mi az, ami belehelyezhető ugye a régi saját települési vegyes hulladékgyűjtő edénybe. Ezen kívül pedig, hogy segítsük a lakosokat, két darab matricát is küldünk a tájékoztatóval együtt, ebben szeretnénk a lakosság segítségét kérni, hogy ezt egy tisztára törölt, pormentesre törölt, szárazra törölt edényre ragasszák föl. A települési vegyes hulladékgyűjtő edényre nyilván azt a matricát, az elkülönített vagy szelektív hulladékgyűjtő edényre pedig azt a hulladékgyűjtő matricát ragasszák föl. Ez a későbbiekben pedig az elszállításnak a feltétele lesz. Tehát rengeteg információt közöltek a lakossággal, mégis van probléma a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán, de mi jelenti a lakosság körében, lakosság tekintetében mégis a legnagyobb problémát a mai napig? Igazából az, hogy a csomagolási hulladékot kérjük belehelyezni. Mégis mi a teljesség igénye nélkül próbálok egy párat felsorolni, ugye a PET palack, az üdítős flakonok, akkor az alumínium italos doboz, konzervdoboz, újságpapír, magazin, könyv, szórólap, kartondoboz, ezek mind-mind belehelyezhetők. Ezen kívül a mosószeres vagy HDPE flakonok, ezeket is beleteheti a lakos a kék kukába. A műanyag kerti széket nem, a virágcserepet nem, a slagot nem, tehát ezek nem csomagolási hulladékok, tehát erre kell figyelni, hogy ezeket helyezzük bele, illetve a szennyezett, az ételmaradékos, hiába csomagolási hulladék, az sem helyezhető a kék edénybe. Hány helyszínről gyűjti egyébként a Deponia Nonprofit Kft. A hulladékot, a szelektív hulladékot, és hány helyről szállítják ide?
Igazából most jelenleg 64 településünk van, ez is megtalálható egyébként a honlapunkon, és külön blokkok vannak egyébként itt, erre vonatkozóan is, tehát tájékoztatókat próbáljuk fölrakni településenként, a hulladéknaptárakat, a vonatkozó rendeleteket, a jogszabályokat, a közszolgáltatási szerződéseket, ezek mind-mind megtalálhatók a település keresőnkön keresztül, és maga egyébként ez a tájékoztató is, ami kiküldésre kerül, ez is megtalálható ott is elolvashatják. Mi történik egyébként a szelektív hulladékkal, miután ide bekerül, miután ide beszállítják? Igen, most itt pont PET bálák vannak mögöttem, tehát amikor bekerül a szelektív hulladék, azt a telől egyébként láthattuk, tehát bejön, mérlegelésen esik át, és ezek pedig kézi válogatáson esnek át a szelektív hulladékok, ezt további 8 frakcióra is külön válogatjuk. Éppen ezért szoktuk mondani, hogy a csomagolási üveghulladék az nem kerülhet bele se a kékedénybe, se pedig ezért gyűjtjük külön egyébként a tömbházas övezeteknél is, mert kézi válogatáson esnek át, és ez balesetveszélyes lenne az itt dolgozó kollégáknak, hogyha ebbe belenyúlnának. Ezek tehát válogatáson esnek át, majd bálázásra, és utána pedig feldolgozásra kerülnek. Milyen szankciót van egyébként maga után, mit lehet erről tudni, hogyha valaki mégis helytelenül használja ezeket az edényeket, vagy hát a gyűjtőhelyek? A gyűjtőhelyeknél mindig az embereknek a jó indulatára szoktunk hagyatkozni. Egyébként a tömbházas övezeteknél nagy részt ez sikerül is. A kékkukás gyűjtés kapcsán, tehát a családi házas övezetekbe mindig a kollégák szemrevételezik, hogy milyen hulladék került a kék edénybe. Egy tájékoztató matricával látják el ezeket az edényeket. Tehát ha valaki ilyet talál rajta, hogy nem a megfelelő hulladék került bele, akkor érdemes végig gondolni, hogy mégis mi az, amit ő beletett. Hogyha nem, akkor pedig segítséget tud kérni ügyfélszolgálatunkon, akár telefonon, akár e-mailen keresztül. Tehát egy tájékoztató matricával látják el, és nem viszik el egyébként a kék edényt, de a következő szállítás alkalmával, hogyha megfelelő hulladékokat helyezte bele, akkor elviszik. Viszont, hogyha legközelebb is ilyet találnak, akkor elvileg a jegyzőhöz kerül beadásra egy tájékoztató erről, és ez díszabást vonhat maga után. A matricákon leolvasható, hogy melyik hulladékot hová helyezhetik el a lakók. Ezeket a jelöléseket pedig mielőbb fel kell ragasztani a gyűjtőedényekre, kukákra, mert ez a további elszállítás feltétele. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, de tartsanak velünk továbbra is, én jó éjszakát kívánok, viszontlátásra!